A Nádor utcán közlekedők láthatják, hogy a támogatásoknak és jólelkű adakozóknak köszönhetően fokozatosan megújul a Szent András templom. Városunk lakosai bizonyára figyelemmel kísérik azokat az eseményeket, amelyek a római katolikus egyház tevékenységét jelentik és jellemzik, mégpedig a műemlékek felújítására való tekintettel. 2010-ben megújult a Szent Rozália templom, 2011-ben a Szent Anna kápolna és a mellette lévő spitál épülete, 2012-től pedig elkezdődött a Szent András templom felújítása. Természetesen, hogy ezt a hatalmas épületet nem lehet egy év alatt felújítani, ezért a munkálatok 2012-ben a főbejárati résszel történtek megújításra, majd pedig ebben az évben az északkeleti toronynak a teljes felújítása valósult meg, jövő évre pedig az északnyugati tornyot terveztük be. Ami a felújítási munkálatokat jelenti, természetesen, hogy ez óriási anyagi költségvetéssel történik, és a megfelelő anyagiak bebiztosítása elég nagy gondot jelent számunkra. De hála Istennek el kell mondani azt is, hogy az emberek érzik ennek fontosságát, és úgy vélem, hogy megfelelő módon igyekszenek hozzájárulni ehhez a javítási munkálathoz. Hozzá kell tennem azt, hogy a plébánia bevétele a szinte teljes mértékben fölemésztődik ezeket a javításokat illetően, és mindemellé hozzájárulnak még azok a dotációk, azok az anyagi hozzájárulások, amelyeket különböző szervezetektől pályázat útján nyerünk el. Meg kell említeni a Kulturális Minisztériumot, akik ebben az évben 25 ezer euróval támogattak bennünket pályázat útján. Ugyanúgy megemlítem Nyitra megyét is, akik 2800 euró összeggel járultak hozzá, szintén pályázat útján elnyert összeggel ez a javításhoz. A meghirdetett gyűjtés összege eléri a 13 ezer eurót, amit a helybeli évektől kaptunk, és elég sok összeg érkezik még olyan lakosoktól is, akik olvassák az újságot, illetve a templom mellett elhaladva figyelembe veszik a plakátot, amelyen rajta van a számlaszámunk is, és küldenek pénzeket erre a számlára. Ugyanakkor meg kell említeni azokat az adakozókat is, akik egy-egy nagyobb összeggel járulnak hozzá. Itt név szerint most nem szeretnék kiemelni senkit, de biztos, hogy az ő hozzájárulásuk is segítséget nyújt abban, hogy tovább tudjuk, illetve nagyon is szeretnénk folytatni a Szent András templom felújítását. Itt el kell mondanom azt is, hogy ha jövő évet tekintjük, akkor a toronynak a teljes felújítását szeretnénk megvalósítani, beleértve az óraműnek a felújítási javításait, hogy mindkét toronyban pontos időt mutassanak ezek az órák. A szín skálát tekintve gondolom, hogy észrevették, hogy ez a fehér szín dominál, egy kis ilyen piszkos fehérnek is lehetne mondani, jellemző a jezsuita templomok színére. Tudnunk kell, hogy ez egy jezsuita templom, úgyhogy nagy a valószínűsége annak, hogy ha majd megújul a templom többi része is, akkor ez a fehér szín fog itt dominálni a városközpontban, a templomunkon.